Pénzt vesz fel egy helybéli nő a Kakasdi bankautomatából. A Hungária takarék ezen automatája és kirendeltsége továbbra is megmarad, ám 4 Tolna megyei településen a takarékszövetkezet szűkíti a tevékenységi körét. A heti egy nap nyitvatartás azonban megmarad. Ez a 4 település a mi esetünkben Báta, Aparhant, Madocsa és Baracs. Ezen településeken tehát marad takarékszövetkezeti fiók, csak sokkal szűkebb szolgáltatási palettával, és nyilván ez is kényelmetlenség lehet az ott élők számára. Ez a lépés tehát elsősorban a nyugdíjasokat érinti hátrányosan, akik a takarékszövetkezeten keresztül tudnak csak a pénzükhöz jutni. Gáspár Csaba hozzátette, erre a helyzetre megoldás lehet, ha a településen működik posta, ahol szintén fel lehet venni pénzt. További alternatíva a mobil bankfiók, ám az még nem működik Tolna megyében. A takarékszövetkezeti csoport egyik fiókbezárást helyettesítő lehetősége az a mobil takarékszövetkezeti busz, ami tartalmaz egy olyan automatát, ami be van építve ebbe a buszba, és az megbeszélt szerződött időpontokba, adott falvakba ki tud látogatni. Ennek a busznak azonban az előkészítése az egy bizonyos időt igényel, és nyilván a járatokat úgy kell tudnunk megszervezni, hogy az is valamilyen szinten rentábilisan tudjon működni. Vagyis a banknak az az érdeke, hogy pénzügyileg megérje neki fenntartani egy bankautomatával felszerelt buszt. A bankfiókok bezárása vagy a nyitvatartásuk szolgáltatási palettájuk szűkítésének is az az oka, hogy a takarékszövetkezetnek sok esetben nem érte meg fenntartani a falvakban, kis településeken a fiókot, illetve az ATM-et. Egy bankautomata fenntartása például a banknak 3,5 millió forintjába kerül évente. 2018-ban döntött a takarékcsoport, hogy univerzális bank alakul a takarékszövetkezetekből, és 25-30 milliárd forintos költségcsökkentési tervet hajtanak végre 2020-ig. Ennek részeként a kirendeltségek harmadát, vagyis 300 bankot zárhatnak be a közeljövőben.